Egyre nagyobb szükség van a szakképzett munkaerőre. Alig van olyan ágazat, ahol ne szakember hiánnyal küzdenének. Tiszavasáriban rendeztek állásbőrzét és pályaorientációs napot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a térségben működő cégek is egyre több embert tudnának alkalmazni. Ezt az oktatási és képzési intézmények is felismerték már. Az iskolában a nappal és a felnőtt oktatási létszám az 700 fölött van. Tehát az azt mondhatom, hogy elég, de még mindig vannak olyan hiány szakképesítések, amelyek itt a megyében, a térségben hiány szakképesítésnek minősülnek, tehát keresettek. Azokban még tudnánk beiskolázni, hiszen a környező vállalatok igényei folyamatosan jelentkeznek irányunkba. Ugye mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a cégekkel, jelzik az igényüket egyrészt, hogy milyen végzősökre lennének szükségük, meg azt is, hogy esetleg milyen irányba indítsunk képzéseket a közeljövőben. A pályaválasztási kiállítás megnyitóján Vinai Győző, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, szükség van a képzett szakemberekre. Azt mondta, a kormányzat kiemelt figyelmet fordít a dolgozók megbecsülésére, ezért a bérminimumot, ami pár éve még 79 ezer forint volt, jelentősen megemelte. A szakmunkás minimálbért, a garantált bérminimumot is a kormány a munkaadókkal egyeztetve egy 6 éves program keretében két lépcsőben emelte. 17. január 1-én is emelkedett, most 160.500 forint, és január 1-től 180.500 forint lesz a legkisebb garantált bérminimum, ami Magyarországon a szakképzett munkaerőnek adható. A szakképzésben a duális oktatás is egyre fontosabb. Ez azt jelenti, hogy a diákok az iskolai tanműhelyek mellett a cégeknél is gyakorlatot szereznek. Sokan az iskola befejezése után ott is helyezkednek el. Majdnem, hogy minden ágazatban, illetve már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre több cég jelezte a kamara felé, hogy egyrészt azért is szeretne most már tanulóképzéssel foglalkozni, mert munkaerőpiaci problémái vannak. Nagyon sok mesterember elmegy nyugdíjba, nincs utánpótlás, nem jelentkeznek a munkahelyre, és szeretnék ők is most már ebből a forrásból, a tanulóképzésből kinevelni saját maguknak a munkaerőt. A Tiszavasváriban tartott pályaválasztási kiállításon a térségben működő nagyvállalatok mutatkoztak be. Az állásbőrzét 8 évvel ezelőtt a továbbtanulás előtt álló diákok miatt szervezték meg. Már azonban térségi szinten jelennek meg a rendezvényen a munkaadók.